Gyerekek. Jó reggelt! Jó reggelt! Megyünk! Várjál! Jó reggelt! Karikás szemekkel itt vagyunk. Jányi milyen vörös volt reggel, amikor felébredtünk, gyerekek. Mi ez? Krampusz megverzett? Izé lesz, igen, a Mikulás másnapos paszedés. Már mi nem vagyok másnapos, aznapos. És ebben mi van? Ez erőveszélye. Az? Miklós eladta gázolajért a fűrészt. Az. Titkos fegyver. A titkos fegyverünk a... Teljesen növényi alapú robbanószer. Majd meglátják, igaz? Gyerekek! Na. Tehát, te nem sajnálod azt a nyomorult gépet rátenni a vasvillát. De a Jonesy-ra is vigyázz. Jó van. Valahogy újra nem behel. Sajnálom rá, na. Baja nem lesz tőle talán. Gyerekek, iszonyatosan fel vagyunk fegyverkezve. Még mászó fegyverzet is van. És egy... Menünk. Ez már megdöglik ittene. Nem bírom, menünk, menünk, aztán majd bejelentkezünk onnan kintről. Na hajrá! Ó, reggel! Arra így állok-e? Szemben a pabat! Így, tök jó! Jó reggelt, Santa Claus, jó reggelt! Meséld a gyerekeknek, hogy hol voltunk. Tegnap? Tegnap, ja. Tegnap? Kijöttünk ide. Ugyanitt voltunk tegnap, gyerekek, de gondolják. Mire ideértünk addigra? Ideértünk. Úgy gondolta idő, lopasz a valagatokba. Elkezdett szakadni az eső. Elmentünk a picsár országába haza. És mi csináltunk? Semmit, de az jól. De otthon mi csináltunk? Nincsen itten még izéje... Nem, hát ezt el kell mondani. Na. Jó van, na. Arculatváltás volt, neki estünk a... Gyerekek. Műhely korszerűsítés van. Igen, tehát, igen. Majd ez... megmutatjuk azt is egy másik vizébe. Na most az a helyzet, hogy olyan magasan van a nap, hát meg hallani a harangszót vasárnap reggel, az mire utal? Kezdődik a mise hamarosan. Aztán mennek a misére. Na, Miklós újonnan újfent bepakolt. Ugye kellett a szörnyeteg. Egy gyújtó olaj, egy nagy gép, még egy verseny nagy gép, meg a két kis gép, a 35-ös meg a 17-es. Na, és az a feladat van, hogy ezeket a sziklákat kell összevagdosnunk, meg eltüzelnünk. De azt mondták, hogy ilyen lapos, ilyen 5 centi laposra kell vágnunk, hogy... Most azért hoztunk ide kisebb, meg nagyobb lánci részeket, mert vannak kisebb sziklák, meg azért vannak ilyen böszmébb, ilyen nagyobb sziklák is, ugye. Na, hogy áttérje a 64-es, ugye annak a... Annak a vezetője átté. 630-as az... Figyelj, az azokat a nagyokat fogja vágni, igen, mert azokat köröszbe kell vágni. Az köröszbe. Persze. A 170-es az meg a... Ugye, mert szálirányban nem lehet vágni minden sziklát. Valamelyiket bütibe kell vágni, meg, meg hát valamelyik. Ez úgy van, hogy ugye a Dolmár meg a 170-es az ilyeneket az elbír vágni, ezekkel, ja. Ugye ezt így lapoljuk. Igen. Tehát ez azért mondtuk, hogy mérföldkő lesz, mert ilyet még nem vállaltunk. Szemüvelik és azért itt van megtisztelés, hogy minket megkerestek szemüvelik ezzel a munkával, hogy ezeket a sziklákat itt daraboljuk fel, illetve ugye azért hoztuk ki a szörnyeteget, a 165-est, hogy azt az egy bokrot ott a háttérben, a villanyszlop körül, azt azért, hogy forogcsáljuk meg ilyen karácsonyfa díszre. Na jó, fél a tréfát. Lássuk a placot. Ezek a sziklák egyébként azért vannak itt, mert ki lesz rakva a part. Kaptunk itt egy 100 méter hosszú part tisztítást, ja, aztán lesznek itt elég sok. De neki képülök a falágásnak. Pesszencs egyet, igen. Tehát a indokolta a szörnyeteg, látjátok mi van itt. Gyűrű, csokrok. Hogy a sziklás, gyerekek. Gondolkodtunk, hogy flexet is hozunk. Úgy gondoltuk a Miklós, hogy innen a mérőtől innen elindulunk felfelé a zsilipig.
És a zsilip, hát egy aljnövényzet tiszti, aljnövényzet, bokrászás lesz. Mai feladat, a fa, ami befele húz a vízfele, az egyelőre marad, mert ma nem jön a traktorosunk. Ja, nyilván ezeket, amik, hát most nem tudom, hogy innen ebből a szögből mennyire látszik. Sok olyan fa van, meg ennél nagyobbak, amik bizony behúznak a víz fölé, ott lent is be is van dőve egy szinte félig. Azokat mindent ki kell szednünk, hát ez nem kézzel fog menni, hogy működni, hanem nyilván gépesített hadosztály fog érkezni. Úgyhogy, hát csak innen mutatom, lesz anyag bőven. Innen körülbelül 90-100 méter hosszan ezt a partot ki kell totálisan pucolni. Ja. Ki kell pucolni, eltüzelni, mindent eltüntetni, tehát bízunk benne, hogy lesz benne anyag is elég jól, eléggé vegyes a felhozatal. Van egy-két akát is. Vannak, ugye hát vaddió, alias fekete dió, bodzák, akácok. Tehát ilyen felesbe, meg hát ugye a fűzfák, meg a fehér nyár, ilyesmi. Tehát van azért minden gyűrű. A gyűrűből is, illetve hát a som, ugye? Som. Nem. A vörös som, gyűrű. Vörös som, na. Maradjunk a hivatalosan a vörös somnál, mert sokan nem tudják, mi az a gyűrű, kérdezték a tavalyi videó a alatt. A som meg a gyűrű az két külön fogalom. Nem. De, még a színe is más. Hallod? Mindegy, gyűrű, som, vörös gyűrű som, ez a hivatalos megnevezés az vörös gyűrű som. Ez a fasom! Az! Hiába okoskodsz, bazd meg, ez így van. Jó. Vörös gyűrű som. Tehát ez a vadsom, a gyűrű, nagyon buta anyag, ugye önmagába véve a som se egy utolsó tüzelőanyag. Hát, az gyerekek, de gyerekek a vörös gyűrű som, tehát mi csak úgy hívjuk errefele, hogy a gyűrű, az egy, hát egy legendás jó tűzifa, úgyhogy ebből érdemes még akár a 3 centis vastagságot is. Simán, mert ez széttovasztja a kandallót. Ez szárazon a körpürész izé a sikít neki. Uh-huh. Kibaszott kemény. Na, jó van. Ja, nekiugrunk, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk a mai délre. Ugye vasárnap van, nem szándékozunk egy óránál tovább maradni, úgyhogy mindegy, jövünk vissza, jó? Ahogy. Megyünk, megnézzük, mit művel Druzsba papa itt vasárnap reggele. Yeah.
úgyhogy így állunk. Ide fölhordtuk a rőzsét. Ugye ez ki lesz még sikátva. Papa ott nem bohózkodik a... Jó, gyerek, a technika, a technika. Még itt lesz nádadatás is, papa. Hát azt is lekúrjuk, azt is viszi, nem? Mint visz minden. Te elviszi a nádat is. Hogyne, simán. Az a helyzet van, fiúk és lányok, hogy... Nem tudom, mutattam nekik, igen, mutattam, hát, hogy... Körülbelül ötször kaptam bele a vörös sziklába, hál' Isten, tehát... de még így is hálás a masina, tehát... Megspórulja a derékfájdalmakat. Meg. Igaz, hogy megdolgoztat, de kurva jó dolog. Hát milyen lehet akkor a sima placon, nem? Bent? Há. Ah, tényleg erdő alatt. Hát. Mi van ott? És ez milyen dolog? Mi? Ez. Mert? Bazd meg. Ide szemetelsz. Ne legyél már ilyen disznó. Kitemetel ide, bazd meg. Szerintem itt fogom hagyni, nem? Nem lefolytam. Remélem, hogy nem. Itt van a szemetes autó. Berakjuk. Majd. Ja, hogyha bejössz, akkor szemét lesz bent. Na gyerekek, az van. Már négyszer vágtam bele a sziklába. Egyszer reszeltünk, ugye ez Miklós? Ja, ja. Egyszer reszeltünk. Akartam belőle pillanatképezést csinálni, csak követtem hozzá én, ja. Papa nem bírt egyedül vele. Hát jó, meg kellett fogni, mert el akart mindig mászni. De, gép az hozta a formáját, el lehet mondani, hogy gyönyörű munkát végzett itt. Azért megmutatom, hogy ilyen sziklás parton, érted, nézd meg. Itt végig. És ezt a Miklós szerint gyűrű, szerintem akkor is az kész. Vörös gyűrű som, szépen csokorba, itt van, ki lesz majd még csontozva, mert ez bizony érdemes, ugye? 2,5-3 centi alatt ez a vétek tényleg itt hagyni, vagy fölött. Úgyhogy eljutottunk egész majdnem a zsilipig itt fent. Most az jön az a része, hogy ott oda le, viszont már nem megyünk le a szörnyeteggel, mert megállni se lehet ott. Igaz, hogy sziklás meg minden, de nagyon csúnya lesz a part. De hál' Isten, ott már nem olyan sűrű, inkább bodzák vannak meg minden ilyen szírszar. Itt van a két kis gépezet, a Stihl 180-as meg a PS35 Dolmár. Pikkolánccal okosan megyünk, aztán letámadjuk és kitisztítjuk még délelőtt folyamán le a vízig ezt a partszakaszt. Úgyhogy, Mikikém. Adunk a testének. Ugorjunk neki. Na, oda be a fejest. Egy fejest, jó. Egy sirillás fejest. Épp jó idő van rá, süt a nap is. Ha, nézzétek életi. Meg, hogy süt a nap, oda nézzetek. Így süt a nap. Na, hogy szomorú légyek ja. Azért. Na, hajrá. Na, gyerekek. Így állunk jelenleg. Haladunk a tisztítással a zsilip felé. Miklós meg azt mondja, hogy kidönti a újonnan szerzett öreg láncfűrésszel, és még mindig bejáratos. Bár már elég jó meg lett járatva. Nézzük, ezt el tudod indítani? Talán. Várj, a dekompresszor szerepet benyomni. Ja, szerepet. Hát hideg.
lassan vágta át, nem? Megyeket. Na, Miklós hősiesen kidöntötte azt a... Mennyi volt? 3 vagy 4 szál? Nem is tudom. 3 vagy 4? Ja? 4 szál. Melyikkel ágazol, papa? Dollárra. Dollárra? Máma még úgyse dolgoztam vele. Utoljára talán szeptemberben dolgoztam vele. Akkor, amikor ide jár. Volt a... Letiltott izé. Zenés szórakoztató műsorunk. Tehát. Akkor volt? Ja, aztán másnap raktam fel egy kavargásos videót. Vasárnapra. Kárpótlásul a gyerekeknek. A bűntudatot éreztem. Kicsit. Én nem mindenki tudta visszanézni. Pontos a védelem. Igaz? Ja, szúnyogok ellen. Miklósnál a szemüveg, illetve a kesztyű. Én azért most felveszem a sisakot. Főveszi a izét, a mi a nevét, a fülvére, nehogy halláskáros út legyen. Így van. Tök jó. Nem hallod, ez a fasz mit beszél legalább.
ez a papajállán nagy takarít. Persze, hagyjuk egybe. Kibasztál magaddal, vagy mi a lófasz? Ott előbb. Itt, amikor ezt elvágtad. Ja, elment az élet. Itt éreztel, papi, a láncot. Nézzétek, oda nézzétek. Azt hittem lejjebb van még. Itt van, oda nézze. Gyerekek. Hát igen. Ilyen apró kavicsokat vágott a papi. Jó van, ez három. Körülbelül három tolás lesz, na mindegy. A gyerekek, itt megélezi a 180-ast a papi a sziklák között, azt mondta. Azt mondta, hogy... De veled nem történhet meg ilyen. Dehogyis nem. Hát. Sőt, én nem is vágok hát annyit. Na, fölvesszük a zajvédelmet. De csak elég egyikre. Nem. Bár nem hallod legalább, mikor mondom, hogy lópasz a picsádba. Veszélyes a papi.
mai teljesítmény. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Na, lett kiszedve, lett ágazva. A partódal majdnem a zsilipig végül is sikerült kitisztítani. Ez ennyi lett volna már. Úgyhogy... A papi tönkretette mind a két láncot. Hát figyelj! Sziklás parton, ez szikla van, gyerekek. Szikla van mindenhol. Az a helyzet, hogy... Az egyik fát úgy vágjuk el, úgyis olyan magasan, hogy legyen egy reszelőbak, bazd meg, akkor faszán bele tudjuk tenni a izét. Gyerekek, a ügyeletes reszelés lesz. Rocinak. És így haladunk. Most azon, hogy a olajat, amit hoztunk, ilyen Rissrosz műszerolajat, izé félét, ezt ide el fogjuk dugni, de nem mondjátok el senkinek. Ja. Ide. Hopp. Ámen. Úgyhogy jövünk vissza.